Nekem nagyon tetszik, amikor énekelsz. Nekem is! Nem viccelek. Köszönöm szépen, ezt örömmel hallom. Ez jó. Olyan jó hallani. És azon gondolkoztam, hogy én ezt a dalt még élőben nem is hallottam. Hát úgy énekeltem már így a élő zenekarral, de most egy jó ideje nem volt, és nem játszottam. Úgyhogy ilyen tartsiba csoda. Figyelj, ezt szeretem énekelni, ugye. Muszáj még egyszer megmutatod, hogy a lemezboríton, hogy vagy, mert ez nekem annyira tetszett, hogy így, és máshogy volt. Ez a Lots of Trees lemezen van rajta ez a dal. És azon van egy másik dal is, amit én nagyon szeretek egyébként, és nem emlékszem pontosan, semmit nem tudok idézni, de arra az rémlik, hogy valami olyasmi van benne, hogy felszólítod az akrai embereket, hogy tegyék el a fegyvereket. Amúgy egyébként, ami vicces, mert Akra egy teljesen békés hely. És ezt akartam kérdezni, hogy először is. Igen, ez az Accra City People. Te Akrában születtél. Igen. És én azt gondoltam mindig Akráról, meg Gánáról, amikor így meséltél róla egy pár mondatban, még régebben, hogy ott az emberek így nagyon, nagyon barátságosak, és nagyon azon szeretik egymást. Igen. És hogy néz ki mondjuk egy családnak az élete Akrában, ahol sok gyerek van, akkor mi történik ott? Hát egyébként nagyon nehéz átlagosítani egy családot, vagy egy családképet Gánában, de még mindig sok helyhez képest a világban ilyen extended family orientált, hogy így tág család orientált a család. Ami azt jelenti, hogy egy háztartásban általában vannak a nagyszülők, vagy legalább egy, és akár egy nagynénye, vagy egy báj, szóval így sok mindenki van sok a családból, úgyhogy elég ilyen klasszikus értelemben ilyen falusi család alap van, hogy így több generáció van egy fedés alatt, és azért ez megalapozik egy hangulatot, és egy zajlevelt, és egy tudást így a légkörben. És ezt azért lehet még mondani Gánára is, hogy van egy ilyen a falu neveli a gyereket vibe. De hát ez a klasszikus, én nekem tetszik ez a fajta alap egy család felállásának, és szerintem így valahol így szerencsés ember is vagyok, mert van ilyenünk, még hogyha nem is egy házban élve a családdal, meg az én családom egy nagy része messze van, de még mindig úgy a kapcsolatrendszer úgy van. Gyerekkorodban neked a zenét azt tulajdonképpen ilyen organikusan kaptad? Vagy ez most hülyeség, amit mondok? Vagy így tanult? Tehát volt, aki foglalkozott veled? Nem. Úgy külön nem tanultam zenét, abszolút ilyen organikus módon került hozzám, meg hozzánk. Én a mi házunkban a kicsi, a legkisebb gyerek voltam, és már előtte mindenki nagy zeneszerető, az anyám, az apám, a bátyám, a nővérem, úgyhogy én voltam az, aki otthon volt, és végigkukázta mindenkinek az összes kazettáját, lemezét, CD-jét, mindennyit, és elkértem apámtól a hifit, ami tök csúcs, szuper Sony hifit, amit vett egy japán utazásból, ezt az én szobámba raktam, és éjjel-nappal hallgattam azt, ami ott volt, és szerencsére elég sok dolog volt a házban.
Meg hát Gána egy iszonyatosan muzikális hely, tényleg nem, ezt már mondtam, és egy kicsit olyan hülyén hangzik, de nem nagyon lehet így utazni így városba, A-ból B-be menni, úgyhogy nem hallasz valahol valamilyen zenét, ritmust, lüktetést, ahogy az árusok a fejüken állulva kiáltják a portékájukat, ahogy kopog valaki egy ütemet, a cipőpucoló, mert onnan tudod, hogy ő jön, hogy egy ritmikát ad a dobozán, így minden ilyen rhythm. Tehát ez mondjuk ez kell az is, hogy valaki vegye az adást. Tehát, hogyha, érted, hogyha nem igen, nem hát mondjuk el, így kaptam érzékenyítést, hogy így a szüleimtől, az anyám nagyon-nagyon nagy zene szerető, és énekeltünk együtt nagymamámmal, meg vele, szóval ők tanítottak meg szólamozni, meg kánonba énekelni egész kiskoromtól kezdve, úgyhogy persze így nyitották a szememet, fülemet, szívemet a dolog iránt, úgyhogy igen, azt tanították tulajdonképpen. De játékosan. Igen, de játékosan meg csak, hogy átadták. Meg én nem is vagyok nagyon jó abban, hogy így muszájból megtanulni, mert nem vagyok egy rossz diák, de nem vagyok jó diák se, szóval amikor valamit így muszáj megtanulni úgy, ahogy, mert hogy így kell, és úgy szokták, és ez a szabály, akkor én egyrészt elveszítem az érdeklődésemet, másrészt meg ja, ennyi. Amikor megszületett a kisfiad, most nem olyan régen, igen, akkor már te egy tapasztalt anyuka voltál. Van olyan? Ez egy létező dolog? Vagy ezt mondtad, hogy mindig minden újra indul. Igen. Apukaként ez még durva. És tapasztalt anyuka, nagyon jó. De most tételezzük fel egy tapasztalt anyuka. Igen. Te a gyerekednek ilyen, amikor még a hasadban volt, akkor sok zenét, tudatosan sok zenét játszottál neki, énekeltél neki, doboltál neki, feladtál zenéket, vagy ez is igen, egy így lenyomott velem egy Ári Mafia erős éves turnét egészen a 8. hónap végéig kb. Úgyhogy szerintem egy ilyen 60-valahány koncertet lenyomtunk együtt, és ez igen. Úgyhogy nagyon külön egyéb zenéléseket, de egyébként ez hazugság, mert egy nagyon-nagyon erős rap hallgatási időszak volt a terhességem, nem tudom miért, de csak rappet akartam hallgatni, és csípős ételt enni, úgyhogy tudtam, hogy fiú lesz, mert ebből így rá következtettem, igen, csak biztos, hogy csak gangster rap és chili, úgyhogy ez biztos, hogy tökös. De hát az erős az az, hogy így a koncerteket együtt csináltuk. Nem féltetted, hogy túl nagy a hogy is mondjam, az a pulzálás, az a ritmus, vagy az a rezgés színpad, meg elég hangosak vagytok az Ári Mafiával. Hülyeség mondani, hogy egyáltalán nem, mert mindenkinek, főleg, hogyha terhes lesz-e, vagy lesz egy gyereked, vagy alakulóban egy gyerek, akkor minden listára kerül, hogy safe, not safe, lehet, nem lehet, ezért nem tudom. De a lányommal is 10 évvel ezelőtt lenyomtunk ugyanígy egy intenzív 9 hónapot, úgyhogy színpadon volt végig, és olyan jól sikerült, hogy úgy voltam vele, hogy na, hát most üljek otthon? Mi? Annyi boldogság hormon termelődik bennem is a színpadon, hogy az, hogy egy kicsit hangos a lábdob, az teljesen irrelevánssá válik szerintem, mert sokkal több jó van benne. Mondjuk a gyerekek, akik beszélik a zene nyelvét, és aktívan beszélik, mert értik is, és fel is tudják dolgozni, és abból tudnak valami újat csinálni. Én azt látom, hogy az teljesen olyan, mintha mondjuk tudna egy másik nyelvet. Igen. És ráadásul egy olyan nyelvet, ami egészen mérő. Most a férjem mondta, hogy miért nem fogadják el egyébként nyelvvizsga helyett a hangszertudást, mert hogy mennyivel nehezebb megtanulni egy hangszeren játszani, és az egy nemzetközi nyelv, amit bárhol lehet használni. Hogy csinálod ezt, hogy te ennyire sugárzol? Olyan mindig csodálok azért, hogy úgy... Fantasztikus új bronzerem van, amivel megpudereztem az arcomat.
De azért egy anyukának azért brutál nehéz. Szerintem sokkal nehezebb egy anyukának így összeegyeztetni azt a sok elvárást, amit itt támasztanak irányába. Főleg egyébként mondjuk itt az európai kultúrában ez így, mintha ilyen elvárás lenne, hogy legyél iszonyatosan jó csaj, jó anyuka, jó szerető, legyél brutál szexi, de főzzél is barom jól, egyébként csinálj karriert is mellesleg, és vidd mellé a gyereket, légy szíves a parkba, de vegye fel egy lemezt. Hogy ez ilyen... Néha elég szkizó helyzet, és azért nem így ébredek fel, bármennyire is csodálatos gondolat lenne. De nem tudom, én jól vagyok. Tudod miért? Mert a férjem például egy csodálatos ember, nagyon jó partnerségünk van, nagyon segítjük egymást, odafigyelünk, hogy jó, most neki kell 5 perc, akkor ő terel gyerekeket, vagy én terel, érted? Hogy így igyekszünk egy egyensúlyt tartani, hogy emberek maradjunk, mi is legyen időnk töltekezni, meg magunkkal foglalkozni, és ezt így ügyesen csináljuk most így együtt ezt a táncot, meg hát mérhetetlenül sok dolog van, amiért hálás vagyok, és ami boldogságot ad, és igyekszem az elmúlt években észrevenni, odafigyelni, és hálás lenni, és tudatosítani azoknak is, meg magamban is azok, amik a pozitív dolgok, és meg az is, hogy így egy ideje elkezdtem gyakorolni tudatosan a negatív gondolatok megállítását és elengedését. És az egy fantasztikus dolog. Uh-huh. Nekem nincs rá szükségem, mert semmi negatív nem jut eszembe. Na, úgy könnyű. Tök jó, kiegészítitek egymást a Marcival, a férjeddel, és hogy segít neked egy nagyon sok mindenben. Igen, ez így van. Gyerekek gondolom imádják. Hát persze. És jól főz. Nagyon. És te is szoktál főzni? Ha nagyon nincs ott nincs a Marci, akkor mindenki jobb szereti a Marci főz, úgyhogy nem erőltetem. Szalámis szendvicset finomabb csinál, mert szebbre vágja, meg türelmesebben rakja rá a sajtot, meg ilyenek. Van, aki jobban tud dolgokat. Na. És hol tudsz ugye, hogy te hogyan szoktál így relaxálni? Hol tud elengedni magad? Én nagyon szeretem mint megtudtam a fogalmat, úgy kell hívni, hogy erdőfürdő, amikor sétálsz az erdőbe, és fürdesz a fák illatával, vagy nem tudom. Hoztam egy tárgyat, és remélem, hogy te is hoztál egy valamilyen ügyet. És erre nagyon kíváncsi vagy. A szemem sarkában néztem, direkt nem néztem meg. Ez egy személyes. Nagyon. Személyes darab. London, England. És moly. És gondolkoztam, hogy mit hozzak ide a veled való beszélgetésre, meg hogy találkozunk, és ezt hoztam. Nem. No. Na jó. Tényleg? Nem, tényleg. Nem, mármint, hogy nem, ha nem akarod, nem. Akkor nem fogod meg. Nem, megfoghatod. Csak beleegyezéssel. Jó. Na, szerinted ez mi? Azt elárulom, hogy egy Portobello marketen vettem Londonban, egy ilyen nagyon furcsa hajú csávótól, aki ilyen filmes kellékeket halmozott fel. Na, hát figyelj, van csavarja, úgyhogy valaminek a része, amin már nincsen meg. Egy MQI vagy MOI? Nem, halványgőzöm sincs, hogy mi lehet ez. Most nagyon kiábrándító leszek, én sem tudom, hogy mi, és abban reménykedtem, hogy te ezt meg fogod magyarázni, hogy mi ez. Az biztos, hogy valamilyen filmes berendezésnek a valamilyen tárgya, és képzeld, ezt én izének használom otthon. Így ott van így az asztalomon, vagy így kirakom, így a falra így felakasztom, és akkor így ráakasztok így dolgokat, mindenféle. És nagyon tetszik. Jó fogása van egyébként. Ez az egész ilyen... Nem túl nehéz. És azért fekete, ezüst, csavarva. De mi az, hogy MOY? Nem tudom. Azért hoztam el, mert hogy London, és hogy te azért zenéltél nagyon sok mindenkivel, és mindenféle koprodukciókban is részt vettél, és hogy biztos, hogy van neked Londonhoz valamilyen közöd, amiről én még nem tudok.
Van. Amúgy. Na, ez csak nem sok, de van. És mi az? Mikor ide költöztem Magyarországra, akkoriban egy gánai sráccal jártam, aki Londonba járt egyetemre, úgyhogy az összes ilyen összekukázott pénzünkből néha átmentem oda, és Londonban is, és mellette Coventry-ben putrisztunk, lógtunk, mászkáltunk, egyetem környékén sörözgettünk, biliárdoztunk, kerestünk apró pénzt, hogy vegyünk ilyen kis pakkos cigiket, meg garage zenét hallgattunk, és révekre mentünk, és tök jó volt. Úgyhogy van egy olyan szál, ami oda köt. Sőt, az előtt még van egy olyan, ez most érdekes játék, mert 13 évesen, általános vége is a gimi kezdete között volt egy 3 hónapos szünetem, és azt csináltak a szüleim, hogy különböző Angliában élő barátokhoz küldtek, úgyhogy fel lettem rakva egy repülőgépre, várt engem XY ott a reptélen, vele voltam 2 hétig, aztán átadott a valakinek, és nála voltam valahol, és átutaztam Angliát. De nem csak Londonban, hanem így, igen, Cornwallig felmentem, és 3 hónapot úgy utaztam, hogy azt sem tudtam, hogy kik ezek, de a szüleimnek a barátai, és fantasztikus emberek egyébként, és egyedül utaztam, és az eléggé megalapozta egyébként azt, hogy tudok magammal lenni, és így szeretek utazni, és nem baj, ha nem tudom, hogy mi fog történni. Történjen bármi, jól leszek, mert valami ismerős lesz azon a vonatútnak a végén, vagy valami. Az fantasztikus volt, azt majdnem elrejtettem. Annyira szeretném azt egyébként, hogy így ezeket oktatás, hogy be kéne rakni szerintem az iskolában ilyen alap. Nem? Fa átölelés, igen. Utazás egyedül. Rokonokhoz, vagy haverokhoz. Igen, az nagyon nagyon megalapozta egyébként a függetlenségemet, a magabiztosságomat, igen, az énemet. Te nem hoztál valamit? Valami személyes cuccot? Hoztam. De jó, most eszembe jutott ez az utazás, és most így történnek dolgok az agyamban. És meg is mutattad, vagy nem? Megmutattam. Én 5 hoztam, ami egy gyűrű, egy kaméleon. Én imádom a gyűrűket. Én is. Szabad? Igen. És ő egyébként egy nagyon kedves kis kaméleon, amit nem szoktam nagyon sokat hordani. Őt azért hoztam, mert igazából őket hoztam, de ők mindig rajtam vannak, velem vannak, és valamilyen rejtett módon még az összes lemezemhez is kapcsolódnak. És az életem szerves részévé váltak, és maga a kaméleon is, mint nem is tudom, totem állat, vagy mi, és maguk ezek a gyűrűk, és a réz, ez a bronz keverékek, és az, hogy ékszer is, meg állat is. És ezt ki készítette? Ezt nem tudom pontosan ki készítette, ezt anyám asztalán láttam egyszer, és mondtam neki, hogy wow, és akkor mondtam, hogy tiéd. És ezek az ékszerek, ezek között van, ami édesanyját készítette? Nem, ő nem ötvözik, meg nem önt ilyen fémeket, ő leginkább így összeállít, és nyakláncokat, meg dolgokat készít. De ezt tőle kaptam, ezt egy, ez egyáltalán nem kerek. Nekem az összes gyűrű deformált. Teljesen deformált, nincs egy... Figyelj, és ráadásul az összes kő, az összes gyűrűmbe el van törve, mert állandóan bulizom, tudod, és bevered, kiesik, és ez a jegygyűrűnk, és már kb. 10-szer cseréltettem az összes követ benne. Nekem ez a jegygyűrűm. Hát elég jó kis jegygyűrűnk. Igen, nem olyan rossz. Ezt anyámtól kaptam, mikor ide költöztem, akkor azelőtt elutazott Máliba, és ez egy dogon gyűrű, amit nekem adott, és valahogy úgy éreztem, hogy ez jön velem, hogy vigyázzon rám, meg én is vigyázzak rá, és egy összpontosító dolog, amivel én most az új életnek neki megyek, és azóta le se vettem. Akkor vettem le, amikor annyira kikopott, mert ugye a bronz ez egy puha dolog, hogy eltört, kitört belőle egy darab,
Ez ki kellett pótolni. Nagyon-nagyon szomorú voltam, de le kellett raknom. És leraktam, és a most férjem, bölcs ember, amilyen, fogta, elvitte a helyéről. Lemásoltatta. Lemásoltatta fehér arannyal. És mind a, megjavította, javítatta a másikat, és két gyűrűvel jött hozzám, és megkérte a kezemet, és na, az... De szép ez. Yeah, no, right? De mondjak nemet? Most majd mondhatok egy pár hozzámat. A feleségemnek ezt a jegygyűrűt egy perccel körülbelül az esküvön előtt így belebotlottunk, pont volt a kettőnk méretében, minden tökéletes, és elvittem ezt a gyűrűt, titokba az övét is, és lemásoltattam, mert tudom, hogy annyit bulizunk, hogy biztos, hogy az egyiket elfogja. És ezért most nekünk is kettő-kettő jegygyűrünk van, hogyha az egyik elveszik, akkor van egy másik. Ez is bölcs. Igen, ugye? Tudod, mert okosak a férfiak, okosak. Ja, még egy dolog van, amit szerettem volna kérni, hogy mutatok neked egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy igazi diners-es ügy, de egy ilyen kis trükköt, amit én tudok, és szeretném, ha te is mutatnál egy olyan trükköt, amit... Így ugyanazt, amit csinálsz? Nem, bármit amit szeretnél. Én azt tudom megcsinálni, és általában sikerül, hogy úgy van, hogy... Egyszerre így felpattintom őket, és elkapom két kézzel a hármat egyszerre. És úgy lesz, hogy így, hogy becsukom a szemem, nem is nézek oda, és így a három, az így egymásra fog pont így pattanni, és a fogammal kapom el. Aha. Na figyelj. Oké. Jó, várjál, hát ez most az ilyen. Na, mindent nézek közben. Jó. Na várjál, szóval most elnézek. Jó, egy fél másodpercig még el is hittem, hogy meg fogod csinálni egyébként. Van az az állapot. Nem? Meg lehetne. Nem megy. Nekem ez megy. Ez megy, de hát ez nem annyira nehéz. Tessék. Mondtam, hogy nem nehéz. Did you see that? Slow motion, please. Back it up. Na, teljes. Ezt bevetem. Na, én egyébként most fogok besülni egyébként, mert na mindegy, nem is egyáltalán szóra sem, én már szégyellem is, hogy így szóba hoztam, mert egyáltalán nem trükk, és nem okos, és nem ügyes, és sem ki tudok nyitni egy üveges sört egy öngyújtóval. Ha nincs véletlenül senkinél, tudod, ez a klasszikus sörnyitó dolog. Van nád öngyújtó. És sör is. És ez most így spriccelni is fog, és talán törölköznem kell, vagy... Lehet, ha felrázom. Nem tudom, mikor csináltam legutóbb, és tényleg annyira nem is érdemes róla beszélni, hogy nagyon remélem, hogy legalább sikerül. Yeah. Bravo. És fú, de megint nem, de vezetek. Úgyhogy kezd. Nem, kösz. Nem, köszönöm. Na jó. Okay. Why not? Figyelj, nagyon örülök, hogy eljöttél, meg hogy dumáltunk meg én. Én is. Meg tök jó gondolatokat mondtál, nagyon. Figyelj, beszélgetni jó. Igen. Én szeretek egyébként ilyen dinerekbe ülni, meg ilyen... Ilyen dinerekben, igen. Néha egyébként olyan kicsit zavarba érzem magam, hogy te nem szoktad azt, hogy bizonyos éttermekbe így beülsz valahová, és akkor tudod, na itt, és így érzed, hogy na itt nem jó. Fészkelődés, aha, hogy így hol van a hely. Nem jó, igen. Akkor itt, hát ez biztos. Van, hogy átülök asztalt, miután rendeltem, és akkor néznek, hogy az nem az én asztalom. És akkor ételt hozzá, ezért nem tudom én, és igen. Tehát, hogy nekem nagyon fontos, hogy hol... Nem jó a csí. Aha, pontosan. De tényleg. Igen, én totálisan értem. Jó, menjünk fontos el ezért tenni. Fontos észrevenni a jó csít. És... Kell ennünk ezért valahol. Mit javasoltam? Füstölt marlint. És mangót. És mangót. Na jó, legyen ez a zárszó. Legyen. Köszi szépen. Én is. Ciao. Ciao.